megállapító határozatai jogerőre emelkedtek. A kompenzációs mandátumok kiosztása kapcsán ült össze a helyi választási bizottság. Mindehhez meg kellett várni, hogy az egyéni választókerületek eredményei jogerőssé váljanak. Fehérváron 6 kompenzációs mandátum osztható ki az októberben alakuló közgyűlésbe. Ebből a vasárnapi szavazást követően egyet a Mi Hazánk mozgalom, 2-2 mandátumot a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és a Fehérvárért Közösen Egyesület, valamint a Válasz Független Civilek Egyesülete 1 mandátumot szerzett a kompenzációs listán. A kompenzációs lista és a töredék szavazatok számításának ugye a célja az, hogy azokra a jelöltekre és jelölőszervezetekre leadott szavazatok sem vesszenek el, amelyekkel nem szereznek mandátumot. Tehát itt azok a szavazatok kerülnek figyelembevételre, amely szavazatokkal ugye az egyéni képviselők nem szereztek mandátumot. A mandátumok kiosztásával véget is ért a helyi választási bizottság november óta tartó munkája. Pallos István köszönetet mondott minden jelöltnek és jelölőszervezetnek, hogy helyi szinten nyugodt kampányt tudtak folytatni az elmúlt időszakban. Székesfehérvár esetében elmondható az, hogy általában a tisztességes kampányolás, a szabályok, a jogszabályi keretek és az elvárhatósági keretek betartásával kampányolnak a jelöltek, jelölőszervezetek, tehát Fehérváron általában kevesebb az országos átlagnál a problémás ügy és a bizottságnak is ebből a szempontból azt mondom, hogy köszönet a jelölteknek és a jelölőszervezeteknek kevesebb dolga volt. A bizottság kompenzációs mandátumokkal kapcsolatos döntése 3 nap múlva emelkedik jogerőre. Ezt követően osztják majd ki, várhatóan június 17-én a képviselői megbízó leveleket a Városházán.